Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 10-ére. Ahogy a képen látható, ez a patak, ez szimbolizálja a mi életutunkat. Itt folyamodnak az események, de ahogy látható a képen, azért még vannak itt kövek, ami veszélyes, hiszen elcsúszhatunk ezeken a köveken, tehát el kell távolítani őket. A háttérben ez a nagy hegy, illetve magas hegy jelenti a célokat. El kell érni ezeket a célokat, tehát fel kell másznunk erre a hegyre, mert onnan felülről másképp látjuk a dolgokat. Tekinthetünk a jövőbe, sőt azt is látjuk, hogy mi van a hegy mögött. És pontosan ezek a témák a mai napon. Plutó bolygó. Az indiai számítás szerint a bak jegyében van. És a bak jegye szimbolizálja ezt a magas hegyet, szimbolizálja a magas célokat, amiket el kellene érnünk. És Plutó bolygó az a hatalom bolygója, tehát ezen a területen kellene uralkodnunk. Azon kívül Plutó bolygó utal a mi belső erőnkre, a hitünkre is, hogy ez megvalósul. A hold a mai napon az indiai asztrológia szerint a kos jegyében mozog, és van egy kvadrát kapcsolat a hold és Plutó bolygó között. És itt vannak az akadályok, a nehézségek. Itt a képen, mint kövek jelennek meg, tehát el kell távolítani a köveket ebből a patakból, ami az élet útunkat szimbolizálja, hogy akadályok nélkül folyamodjanak előre az események. Plutó bolygó jelenti gyakran a múltat, amikor bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat le kellene zárni. És ezen tudunk a mai napon elgondolkozni. Ezek lehetnek gondolatok, negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, lezárni ezt a gondolatot. Ezek lehetnek negatív érzelmek és félelmek, bizonytalanságok, ezektől az érzelmektől is el kell búcsúzni, mert ezek a kövek, mint ahogy a képen látható, tehát az akadályok. El kellene gondolkozni azon is, hogy milyen kapcsolatokat ápolunk. Ez előnyös számunkra, szép ez a kapcsolat, vagy itt is vannak akadályok, irigy, gonosz emberek, akkor le kell zárni ezeket a kapcsolatokat. Ezek lehetnek bizonyos tárgyak is, ami zavar téged. Vagy úgy gondolod, ennek az energiája nincs jó hatással rád, akkor búcsúzz el ezektől a tárgyaktól. Ezek lehetnek bizonyos helyek is, hiszen vannak olyan helyek, ahol jól érezzük magunkat, érezzük ennek az erejét, erőt ad számunkra. Viszont vannak olyan helyek is, ahol nem érezzük jól magunkat. Ez lehet például a vásárlásnál is, amikor az eladónő nem köszön ránk, vagy nem barátságos. Akkor nem érezzük ott jól magunkat, nem kell oda menni vásárolni, hanem változtassunk valamit a helyzeten. És pontosan ilyen dolgokon kellene most elgondolkozni, és döntéseket hozni, mi az, ami jót tesz, és mi az, ami zavar. Attól el kell búcsúzni, azt le kell zárni.
És ha megvannak ezek a döntések, akkor előre mennek az események akadályok nélkül. Hiszen a hold gyorsan mozog, és eltávolodik ettől a kvadrát aspektustól Plutó bolygóval szemben, és közeledik Ráhúhoz. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, az utal változásokra, olyan dolgokra, amire nem is számítottál, valamit megvilágít. Ráhú hatása alatt gyakran anyagiakról van szó, és az összefüggésben áll a munkahelyjel is. Utána a hold eléri Uránusz bolygót, az indiai számítás szerint a kos jegyében, és Uránusz bolygó utal változásokra. Itt megvan most ez a megújulás, eltávolítjuk a köveket, lesznek újdonságok, a következő napokban számíthatunk változásokra. És most mutatok egy nagyon érdekes képet. Ayurveda az lefordítva az élet tudását, az élet bölcsességét jelenti. Én úgy mondanám az élet művészetet. Dósász az jelenti az energiamezőt. Itt van három fő energia, mező vagy irány, vata, pita és káfa. Ha megtekintem a napi horoszkópot október 10-én, és Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygókat, azon kívül a nap és a hold állását, akkor látható, hogy a Föld elemében van az indiai asztrológia szerint Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó, Szaturnusz bolygó és a nap. A tűz elemében van a hold, és a víz elemében van Jupiter bolygó. És mivel a kafa energia az a föld elemét és a víz elemét jelenti, tehát a föld elemében van elég sok bolygó, és Jupiter a víz elemében, tehát a kafa energia dominál a mai napon. Az jelenti a biztonság érzetét. Azt is jelentheti, hogy valamit még meg akarunk tartani, mert úgy érezzük, hogy az nyújtja számunkra a biztonságot. Ez lehet a munkahely, ez lehet a lakhely, ez lehet egy párkapcsolat is. Valamit nehéz most elengedni. Mivel a hold a tűz elemében van, és Jupiter bolygó a víz elemében van, a mai napon van ez a pita energia is. Tűz eleme, víz eleme, pita energia. Ez jelenti a megújulásokat, jelenti a transformációt. Tehát itt lesznek változások. A vata energia hiányzik, ez a levegő eleme és az éter. Az éter az tulajdonképpen egy területet jelent, ez lehet egy spirituális terület. Ez most hiányzik. Ha úgy érezzük, hogy minden olyan egy irányba mozog, és nincs meg a belső egyensúly, akkor kell ez a kiegyensúlyozottság, amiben segít a spirituális terület, vagy a levegő eleme, a könnyűség, a felszabadulás, vagy amit a levegő eleme még jelenthet, az a kommunikáció. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!